És akkor folytassuk a tavaszi hadjárat eseményeit. Ugye milyen érdekes megismerni ezeket a különleges helyszíneket? Következő helyszínünk Izsa lesz. Nem tudom, hányan hallották már ezt a kedves nevű települést, de azt hiszem, hogy érdemes megismerkedni vele. Izsa Révkomáromtól néhány kilométerre fekvő település. Mint ahogyan 1849. áprilisában is átvonult határában a honvédsereg, úgy a felvidéki tavaszi emlékhadjáratok is rendszeresen áthaladnak Izsán. S közben megállnak egy-egy koszorúzásra, egy-egy megemlékezésre, na meg egy kis frissítőre is, amit a hosszú utat járó gyalogos és lovas csapatok tagjai mindig szívesen fogadnak. Itt alakult meg az első felvidéki huszárbandérium, később pedig a felvidéki huszár és hagyományőrző egyesület, ez utóbbi jelenleg is a felvidéki tavaszi emlékhadjárat rendező egyesülete. Így módon nem túlzás azt állítani, hogy egy kicsiny falu a felvidéki magyar katonai hagyományőrzés egyik fellegvára és egyben zarándok helye is. És hogy ismereteinket tovább bővítsük, illetve felelevenítsük, a múltkori adásunkban már volt vendégünk felvidékről, úgyhogy én szeretném, hogyha önökkel együtt most még egyszer megnéznénk ezt a beszélgetést is. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Tárnok Balást, aki reméljük, hogy elmeséli, hogy hogyan is készülődnek, mikor lesznek a nagyobb események, és mit kell mindenről tudnunk. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület képviseletében, ugyanis egyesületünk, a szervező egyesülete annak a immár 19. alkalommal megrendezett eseménynek, ami szorosan kapcsolódik a tavaszi emlékhadjárathoz és a felvidéki, mai felvidéken történt csatáknak, a csatákban esett hősöknek kíván emléket állítani. Így immár 19. alkalommal szervezzük meg a felvidéki tavaszi emlékhadjáratot, amely az idei évben április 22 és 24 a negyedikek között fog megvalósulni. Milyen események ezek, mely településekhez köthetők? Elsősorban ugye minden évben törekszünk arra, hogy a nagy történelmi helyszíneken tiszteletünket tegyük, ezért az április 19-én zajlott nagycsalói csata és az annak emléket állító emlékmű kihagyhatatlan részét képezi a felvidéki tavaszi emlékhadjáratnak. Ennek megfelelően április 22-én a nagycsalói emlékműnél kezdődik a program, majd pedig Köbölkút, Szőgyén, Kürt és Bátorkeszi következik az első napon. A második nap búcsra indul a hagyományőrző felvidéki tavaszi emlékhadjárat serege, illetőleg a továbbiakban Dunamocsot, Dunaradványt, illetőleg Madart látogatjuk meg, a harmadik nap pedig Pat, Izsa és Észak, illetve Délkomárom következik. Ami különlegessége az idei felvidéki tavaszi emlékhadjáratnak, hogy először sikerül, legalábbis reményeink szerint megvalósítani két csata bemutatót. Tavaly előtt
sikerült megvalósítanunk az első nagyobb felvidéki csatabemutatónkat Madar községben. Idén a madari csata mellett, amit a nagy sikerrel tekintettel újra megszervezünk, immár a komáromi csatának is emléket állítunk. A komáromi csata az április 26-án zajlott 1849-ben, és a magyar hadtörténelem egyik legkiemelkedőbb és egyik legfontosabb csatájának is számít, és izsai szervezetként, ami ugye Komárom mellett fekszik el a Duna partján, különös elhivatottságot érzünk az iránt, hogy a komáromi hősöknek is emléket állítsunk, de ez ugyanúgy vonatkozik minden olyan magyar katonának, aki az életét áldozta a szabadságért. Az Egyesületben milyen részlegek vannak, vagy kik fognak felvonulni? A felvidéki tavaszi emlékhadjárat viszonylag népes társaságból áll, tehát ez azt jelenti, hogy megközelítőleg 100 hagyományőrző és körülbelül 40 ló évről évre részt vesz ezen a hadjáraton. Mi a szervező egyesület vagyunk, és két fegyvernemet is megjelenítünk, mint a gyalogságot, mint pedig a huszárságot, de nagy örömünkre szolgál, hogy a Kárpát-medence több településéről mind huszár, mind gyalogos és tűzérek is részt vesznek ezen a rendezvényen, így úgy gondoljuk, hogy sikerül megvalósítani azokat a célokat, amiket elődeink is kitűztek magunk elé, és amiket mi is kitűztünk, hogy egy olyan színvonalas rendezvényen képviseljük a felvidéket és állítsunk emléket a tavaszi hadjáratnak, amely mindenképp méltó a dicsőséges tavaszi hadjárathoz és őseink emlékéhez. Van az Egyesületnek esetleg honlapja vagy Facebook oldala, hogyha valaki szeretné részletesebben tájékozódni? Leginkább Facebookon fejtjük ki a hírforrásainkat, illetőleg a mediális tevékenységünket, és igyekszünk tájékoztatni mindenkit az elkövetkező eseményekről. Készítettünk egy plakátot, amit a Facebookon terjesztünk. Elsősorban... Akkor már csak egy Facebook oldalt kérek. Igen, egy Facebook oldala is van, a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület cím alatt megtalálhatóak vagyunk, illetőleg esemény is fog készülni leginkább a madari csatáról. Ezt azért különös kiemelni, mivel a madari csatának kizárólag a mi egyesületünk a szervezői, valamint a komáromi csatának a szervezésében méltóképp kiveszi a részét a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség is, ugyanis ezen a hétvégén a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség egy kiképzést is tart a komáromi monostori erődben, illetőleg a felvidéki csatahelyszíneken, így örömünkre szolgál, hogy sikeresen tudtuk ötvözni a két programot, így remélhetőleg ez a hagyományőrzők létszámában és az előadás színvonalában is tükröződni fog. Hát én azt hiszem, hogy csak gratulálni tudok, meg még jó készülődést kívánok. Köszönjük rá, szépen. És gondolom, hogy a helybeliek ugyancsak figyelemmel kísérik ezeket az eseményeket. Nagyon reméljük. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Hogy megint elandalított minket egy kicsit.